Üdvözöllek titeket a Gili Vlogban! Úgy gondoltam, hogy innen a szállodámnak a medencéjéből fogok nektek mesélni. 5 napot töltöttem itt, és a teljes élményeimet elmondom nektek, hogy mit érzek, milyen volt, és egy kis történeti áttekintést is adok, úgyhogy kezdjük ezzel! Gili az három szigetből áll, és Indonézia része, Lombokból vált le, egy vulkánikus kitörés, nagyon-nagyon régen, valahogy ebből így kifolyólag alakultak ezek a szigetek ki. Tényleg látható, tehát hogyha én például a legnagyobb szigeten vagyok, ez Gili-ti, azaz Gili-Travangán, hogyha ezen a szigeten, ott az a tín a másik két szigethez közelebbi oldalon vagy, akkor konkrétan átlátsz, és szerintem egy jobb úszó egy fél óra alatt át is tud úszni szigetről szigetre, hajóval meg 5-10 perc alatt átérsz. Tehát nagyon közel vannak, ezt drónnal is meg tudom nektek mutatni, lesznek drónfelvételek, és például amikor napfelkeltét fotóztam, lehet, hogy amúgy ezt már a... Igen, most, hogy belegondolok, ezt már úgy is láttátok, hiszen ezt beleraktam a legelejére. Gili abban a szempontból érdekes, hogy képzeljétek el, hogy itt nincsenek motorizált járművek, tehát az azt jelenti, hogy csak biciklivel, szamárral, lóval, összvérrel és ilyen szekérrel járnak az emberek. Engem is úgy hoztak ide a hotelbe a sok csomaggal, és így megmondták konkrétan, hogy melyik oldalra üljek, mert ő a másikon ült, és csak két... Tehát nem egy nagy szekeret kell elképzelni, aminek van mondjuk 4 kereke, hanem 2 kerék, és azért ki kellett egyensúlyoznunk, és mindezt ilyen nagyon durván, hepehupás földutatkon teszed meg, ahol így kb. Fogtam a bőröndömet meg a fotós táskámat, hogy ne essen le, meg reméltem, hogy nem esik szét alattam a szekér. És megérkeztünk a hotelbe, ami egy szerencse, nagyon ajánlom nektek, lesz is túr, hogy milyen a hotel, milyen maga a szobám. Ez a Villa Gili Bali, szerintem egy szuper hotel, látjátok a medencét is, imádom. De ingyen adják ezen felül még ingyen adják a bicikliket, ami amúgy ilyen 30-50 ezer pénzbe kerülne, tehát azt is, hogyha mondjuk most 5 napot vagyok, egy olyan 5-8 ezer forintot spóroltam csak ezáltal, hogy itt kaptam bicikliket. Találjátok ki, hogy mit ezek. Ezek búvárkodós robogók. Valahogy így ide bemész, és tudod irányítani, és búvárkodhatsz. Beteszek majd egy képet, amit láttam a neten róla, azt hiszem ilyen 100-150 dollárba kerül nagyjából. Érdekes, még sose láttam ilyet. Megérkeztem Gili tíre, a hajóutat már láttátok egy kis bíról, vagy lehet ezután teszem be, és itt nincsen semmilyen motoros jármű, és egy ilyen kis szekérrel visz a bácsi, amit egy szamár húz, nagyon cukker. Ami fontos, hogy ahogy megérkeztek Gili tíre, le akarnak nyilván húzni titeket, nekem 150-et mondott, de megnéztem a papírt, és mindenhol 50-100 között volt, aztán a Google Maps-en is megnéztem, hogy tényleg ez elég messze van, ezért 100-ba maradtunk, ebben sem vagyok biztos, hogy jó ára, de mivel volt egy kis gond a Nusa Lembongán Gili járattal, ez nem volt benne, hogy ide vigyenek, ezt majd velük meg fogom beszélni. Tanulság, hogy tisztázzátok, amit meghallhattok most a háttérben, hogy ugye ez már egy muszlim rész, és folyamatosan megy az imádkozás, ami a hangszórokon keresztül hallható. De most megmutatom nektek a szamarat. Meg is érkeztem, egyből jöttek, nagyon jó fejek, beviszik a csomagjaimat. A medence tetszik, egyből itt van a parton, de most csekkoljunk be. Hi, I would like to check in.
Be is csekkoltam. Vincent egy francia srác, aki előtte Kínában élt, most már 3 éve itt van Gilin. Nagyon jó tippeket adott, és az egész hely gyönyörű, a színek, minden. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt nem úgy mutatom be, mint ahogy mondjuk a Nusa, nem Bonganon, hanem jöjjenek bírólok, mert annyira szép. Most egy kicsit pihenek, mert azért sokat utaztam. Igazából átjutni Lembongánból Gilire úgy, hogy felszedtek a hotelnél, és ideértem, az nagyjából 5 óra, és Gilin elég sok időt fogok tölteni, úgyhogy körbejárok mindent, és megnézem, hogy mik a legjobbak, amit megmutassak nektek, majd annál folytatjuk. Még annyi, hogy képzeljétek el, hogy éppen itt rendezkedek el a szobába, és hoztak egy welcome drinket, és annyira szimpatikus az egészben, hogy ez is ilyen bambusz szívószárból van, üvegben van a víz, tehát nem ilyen műanyag üvegben, hanem üvegből készült üvegbe, amit mindig újra töltenek, hogy ezzel is óvják a környezetet. Ezzel már egy óriási piros pontot szerzett nálam a hotel. Úgy megláttátok, hogy mennyire jó ez a kis leülő, hogy itt így lehet, gondolom, akár italozni, minden, hogy ülsz benne. Ott ugye mögöttem látszik a tenger, eszméletlen jó, nagyon bejön. Na és a biciklizés. Hát én szeretek biciklizni, nem olyan gyakran szoktam, városba, Budapesten nem biciklizem, de ha valamerre elmegyünk, akkor nagyon szívesen, mondjuk utána kimenni Szentendrére. És hogyha mentetek mondjuk Római parttól Szentendrére biciklivel, ami ugyanúgy azért ilyen kis természeti, mégis normális az út, úgy, ahogy egyenletes a földút, sok helyen van normális beton, nem hepeupás, nem állnak kövek, meg nincsen nagyon kátyú. De hát ehhez képest itt minden van, tehát úgy kell menned, hogy így nézel előre, hogy nehogy valamibe elessél, közben jönnek a szamarak, és mivel itt ugye baloldali a forgalom, úgynevezett angol kóros, tehát ugye a másik oldalon vezetnek, de rengeteg turista van, ők meg nem tudják, és mennek a jobb oldalon, közben jönnek a szamarak, te is próbálsz elmenni, és vannak gyalogosok is, tehát hát nem egyszerű. Most, hogy megvolt a borotválkozás, menjünk és fedezzük fel Gilit. Itt most egy kicsit más formátumot fogok választani, mint általában, amikor egy ilyen utazós vlogban van. Menjünk és megmutatom. Az első, hogy ezt a szigetet biciklivel járom körbe. Szóval olyan durva, hogy ilyen kis utcákon mész, és itt van például egy baromi jó resort, egy villa, de ott meg a putri. Földutak vannak, nincsen sehol szinte, csak a főúton, a szélén a szigetnek normális betonból készült utak. És hát ilyen az egész, teljesen ilyen civilizáció előtti feeling, de mégis benne van a civilizáció. Ha ezt élvezed, akkor mindenféleképpen érdemes eljönni ide. Berakok most pár képet, hogy például ezen az úton, amiről azt hinnéd, hogy a legszegényebb, lelakottabb, koszosabb rész, túlmész pár ilyen dolgon, és utána meg mit látsz? Az egyik legjobb éttermet az egész szigeten. Milyen? Na most menjünk tovább. Ráépülve itt egy másik ilyen hely, amit szeretnék nektek mutatni, hogy teljesen a putri, itt közlekednek az emberek, így mindentől össze-vissza, átmész egy ilyen földúton, és utána megtalálod magad egy nagyon jó helyen. Most például meg fogok keresni egy itteni lokál éttermet, ahol sült banánt fogok enni, úgyhogy találkozzunk ott!